Igaz, hogy egyszer intézetisként azt úgy mondtátok, hogy zacis? Zacis, igen. Zacis. Egy könyvet kértél? Igen, de ez is én visszatérő elem. A tudniillik, hogy mit illik. Én tényleg könyvből tanultam meg enni. Tehát, hogy én erre tényleg nagyon adtam, hogy ne tudják meg rólam azt, hogy otthonos vagyok. Igen, igen, igen. Ma a készülő újabb gasztrovállalkozásod építkezésen jártál, ahol föltűnt egy úriember, aki az édesapád tulajdonképpen, és ő is ott dolgozik az építkezésen. Ha van papa, ráadásul látszik, hogy jóban vagytok, hiszen meg is ölelted őt, akkor miért nevetkedtél állami gondozottként? Hát ezért ez egy összetett dolog. Tehát hogy az fontos, hogy nem árva vagyok, hanem csapnivalóak voltak a szüleim, alkalmatlanok a szülei feladatokra. De megbocsátottam, és szerintem ez fontos. Én azt gondolom, hogy ha lehetek ennyire teátrális, tehát egy férfinak a megbocsátás, és az, hogy bocsátot tud kérni, és hogy meg tud bocsátani, az szerintem az egy alapkelléke. Szerintem ez egy nagyon tökös, egy nagyon férfias dolog. Én hoztam egy döntést, én megbocsátottam apámnak. Állj, miért voltak ők alkalmatlanok szerinted? És utána miért bocsátottál meg? Hát ugye anya az alkohol és gyógyszerfüggő volt, tehát ő neki szerintem alapból nem szabadott volna gyereket vállalnia, ehelyett mégis sikerült hármat. Apám szerintem nem érett meg a gyereknevelésre, mentségére szóljon közel 60 és máig nem, tehát hogy a mi kapcsolatunkban azért inkább én vagyok az apa, inkább én vagyok az, aki a felelősséget ilyen szempontból jobban a magáinak tudja. Miért bocsátottam meg? Hát dönthettem, hogy vagy megbocsátok, vagy nem lesz apám. Én pedig szerettem volna, hogy legyen apám. Tudod, ez olyan, mint a tanúban a citrom, hogy egy kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk. És ő is olyan, amilyen, de ettől még az apám, és jó azt mondani, hogy van egy apám. És szoktuk ezt mondani, hogy a maga módján, de ő tényleg a maga módján szeret, és tudom, hogy szeret, és nekem ennyi elég, én ennél többet nem várok tőle. Megbocsátottam, mert így boldogabb lesz az élet. Persze, haragudhatnék rá, de egy aluljáróban valószínűleg szipuzzacskóval a kezemben sokkal mérgesebb tudnék rá lenni. Itt veled szemben ülve ez egy kicsit könnyebb.